Békesség néktek! Szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus Krisztus nevében, magam nevében is, és annak a gyülekezetnek és a körzetnek a nevében is, ahonnan érkeztem. A szeghalmi gyülekezet is tudja, hogy itt vagyok, imádkoznak a testvérek a mostani szolgálatért is a háttérben, és a köröstadányi, füzesgyarmati, vésztői, berettyújfalui, Philadelphia gyülekezetnek a testvérisége is így imádkozik, és így küldik a köszöntésüket a miskolci testvéreknek. Az bizonyságtételem, tanításom alapigéje, amit fel fogok most olvasni, a Timóteus első levelében található, a 4. fejezet 15. versében, tehát 1 Timóteus 4.15. Az ige iránti tiszteletből álljunk fel, és így hallgassuk meg Isten hozzánk szóló szavait. Timóteus első levele, 4. fejezetének a 15. verséből. Ezekre legyen gondod, ezekkel foglalkozz, hogy előhaladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, te elkészítetted azt, ami az embernek a legjobb. Elkészítetted a te fiadnak testét és vérét. Elkészítetted a te igédet. Íme minden kész. Minket is tegyél készé arra, Uram, hogy felfedezhessük ezekben a mennyei értékekben, adományokban azt, hogy ez a mi életünkre való Isten tökéletes, teljes akarata és ajándéka. Segíts, Uram, hogy ezzel be tudjuk érni, ne pedig mulandó dolgokkal, semmiségekkel, melyekre a mi család szívünk oly sokszor vágyakozik. Te csendesítsd ezt a szívet, és te szólj hozzá most, Jézus Krisztus nevében. Amen. Foglaljunk helyet. Mikor Attila testvérnek meghallottam az első mondatát a köszöntéseket követően, mikor rátért már az igére, hát nagyon dobbant a szívem. Nem azért, mert attól féltem, hogy a témámat el fogja lopni az ő gondolataival, hanem azért, mert rögtön az első mondatból kitűnt az, hogy valami egészen hasonlót helyezett Isten az ő szívére, mint az én szívemre is. Valahogy így hangzott az a mondat, hogy hogyan irányítsuk a mi gondolatainkat, ugye az Istenre, a Krisztus Jézusra. Valami hasonló volt, ha nem is éppen szó szerint így. Ma én is azt az üzenetet hoztam, hogy hogyan irányítsuk a gondolatainkat Istenre, az Úr Jézus Krisztusra és az Isten dolgaira. Vannak különféle módszereink, amelyeket magunknak kialakítottunk, ahogyan a mi kegyességünket tudjuk ápolni, a mi kapcsolatunkat Istennel tudjuk erősíteni. Valaki úgy alszik el, hogy hallgat egy igehirdetést, valaki könyvet olvas elalvás előtt, hívőkönyveket, valaki szeret énekelni, mondjuk a nap egy bizonyos szakában, rendszeresen, vagy kialakít valamilyen gyakorlatot magának. Hát se szeri, se száma a jobbnál jobb ötleteknek egyébként ilyen téren, amelyek egyénenként lehetnek nagyon eltérőek, hogyan ápolom a kapcsolatot Istennel. Én is gyakorlok egy olyan dolgot, amely egyedi, bár lehet, hogy többen vagyunk ilyenek, amellett, hogy természetesen rendszeresen járok gyülekezetbe, hívő közösségbe, imádkozok, énekelek, Bibliát olvasok. Rájöttem, hogy nagyon sokat segít nekem, hogyha idegen nyelven, méghozzá angolul olvasom Isten igéjét. Na, mielőtt nagyon felnéznének rám a testvérek, könnyű helyzetben vannak, mert ugye vagy egy méterrel magasabban állok, de ez pontosan azért megfelelő nekem, mert nagyon pocsékol tudok angolul, és ezért nem tudok gyorsan olvasni. Alapvetően sokat olvasok a Bibliából, úgy vélem, hogy Isten gyermekeinek azért illendő egy évbe egyszer kiolvasni a Bibliát, ez egyáltalán nem lehetetlen vállalkozás, van napi 40 perc, de talán mondhatom, hogy fél óra alatt ezt meg lehet valósítani. Ha lassan olvas valaki, a gyorsan, akkor napi negyed óra elég, és egy év alatt megvan a Biblia. Ez szerintem egy alapvető dolog. Hát ennél én azért többet olvasok, aminek van egy olyan előnye, hogy rálátok a Szentírás egészére, és van egy olyan hátránya,
hogy a részletek felett nagyon könnyen tudok elsiklani. Elrepülök a részletek felett. És az angol Bibliát azért jó olvasni, mert egyrészt olyan megfogalmazás, olyan szóhasználat van benne, amely egyedi megvilágításba helyezi azt az igét, amit lehet, hogy nagyon jól ismerek. Másrészt pedig oly végtelen lassan haladok vele, az állandó szótárazgatás miatt, hogy muszáj rajta gondolkodjak. Tehát itt szavakról van szó, mit is jelent ez a szó? Megnézem, jé, hát mondom, ez nagyon furcsa szó, miért ez szerepel itt? Akkor már rögtön elkezdek gondolkodni, összevetem azzal a fordítással, amit én használok, vagy egy másik fordítással, amit ritkábban veszek elő, vagy egy másik angol fordítással. Így jutottam el ahhoz az igéhez, amit most felolvastam nektek a Timóteus levélből. Ha valaki egyébként idegen nyelven akar Bibliát olvasni, én azt a tanácsot kaptam jó pár hónappal ezelőtt, és nagyon bevált, hogy a János evangéliumával kezdjem, mert nagyon egyszerű szavakat használ János, nagyon közérthető, egyszerű szavak, amelyek minden nyelvben az alapszókincshez tartoznak. Úgyhogy miután ezzel végeztem, bátrabb voltam, elolvastam más könyveket is, így jutottam a Timóteusi levélhez. És itt találkoztam ezzel a mondattal, ezzel a 1 Timóteus 4.15-tel. És amikor elolvastam angolul, megütötte a fülemet az a szó, amely itt szerepel. Hát ezt nem csak, hogy még én is értettem angolul, hanem testvérek, még ti is fogjátok érteni. Úgyhogy mindjárt el is mondom, hogy hogy hangzott el. 2 fordítást szoktam használni általában. Az egyik az a New King James Version, tehát a King Jamesnek az, ami a mi Károli fordításunk, angolban az a King James, és ez egy kicsit fel van újítva, hogy ne azokat a régi kifejezéseket olvassák az angolok, amerikaiak. Ebben ennek a versnek az első fele, hogy ezekre legyen gondod, az úgy hangzik, hogy meditate on these things. Meditálj, gondolkodj, elmélkedj ezeken a dolgokon. Hát, úgy összevetettem a magyarral, mondom, hogy is van ez a magyar Bibliában, gyorsan kikerestem, ezekre legyen gondod. Ott meg az van, hogy meditálj ezeken. Na gyorsan vegyük elő csak a másik angol fordítást, ez a Recovery Version. Megnézem, oda van írva, practice these things. Gyakorold ezeket a dolgokat. Csináld meg ezeket a dolgokat. Hú, na akkor már teljes volt az űrzavar a fejembe. Az egyik azt mondja, csak nyugodtan gondolkodjál rajta. A másik azt mondja, na gyerünk, csináld meg! Hát mondom, ez ellenmondás, nem? Az egyik leültet, a másik felállít. Hát most üljek vagy álljak, uram, mit kell itt csinálni? Megnéztem a többi magyar fordítást. Új fordítás azt mondja, ezekkel törődj. Egyszerű fordítás. Ezekkel a dolgokkal foglalkozz, minden erőddel. Na mondom, Csia Lajos, az én bölcs kis tanácsadom, megnézzük, ő hogy fordította. Hát ugyanoda lukadtam ki, ahol elindultam. Ezekre legyen gondod. Hát innen indultunk, hogy ezekre legyen gondod. Mit kell akkor most csináljak? Most akkor ez hogy legyen, uram, az én életemben? Mert szeretem a Bibliát nem csak magyarra lefordítani, hanem Gál Lajos nyelvére lefordítani. Nekem mit mond? És ez egy jó gyakorlat. Na, amikor sok oldalt elolvasok a Bibliából, nem szoktam így elmélkedni, gondolkodni. De az angolnál, látjátok, már egy kerek gondolatmenet elindult bennem. Hát, a görög nyelvet tanultam, ugyan a teológián, sajnos nagyon ritkán tudom használni, de most már úgy éreztem, a kényszer oda fog vinni, hogy megnézzek legalább egy szót, ha már a nyelvtant el is felejtettem, de hát a szótárral kapcsolatban, a szótár segítségével azért talán tudok előre jutni. Az igazság az, hogy egy nagy meglepetés várt engem abban a görög szóban, ami itt szerepelt, mert annak a görög szónak a jelentése, először is az, hogy foglalkozik valamivel, második jelentése az, hogy gondolkozik valamin, a harmadik jelentése az, hogy gyakorol valamit, csinál valamit. Na most jó, ki lettem segítve, igaz? Tehát az, ami az angol, másik angol, egyik magyar, másik magyar visszahoz, az egyetlen görög szó mindet kifejezi. Szóval ezek a fordítások csak részekre bontják azt, amit együtt van.
Hát ennek nagyon örültem egyébként, csak a kérdésem, én mindig nem kaptam választ, hogy akkor én mit csináljak? Most akkor üljek, vagy álljak? Most gondolkodjak ezeken a dolgokon, vagy csináljam ezeket a dolgokat? És rájöttem, hogy Isten annyira bölcs, annyira jól adja elénk az ő dolgait, annyira csodálatosan tárja elénk az ő titkait, hogy egy ilyen összefoglaló jelentésű szót helyezett el ide, amiben benne van minden. Benne van minden. A mi nyelvünk már olyan kifinomult, átment egy pár nyelvújításon, meg ugye egyre inkább alkalmazkodik a modern követelményekhez, kihívásokhoz. Az évszázadok alatt megtanultunk részletekben gondolkodni, részleteket kifejezni. A régi embereknek még talán nem volt ilyen igényük, vagy ilyen lehetőségük. Ők tudtak ilyen csokorba gondolkodni. Elmondtak egy szót, azt abban benne volt minden. Hát franciául nem tudok, de tudom, hogy a déjà vu szó az a franciából jön. Tessék lefordítani, mit jelent az, hogy déjà vu egy szóba teljesen lehetetlen. Ugye olyan érzésem van, mintha az, ami most történt, már mintha egyszer korábban megtörtént volna, pontosan ugyanígy. Körülbelül ez a déjà vu érzés. És mivel ezt csak körülírással lehet elmondani, hát mi ezt az összefoglaló jelentésű idegen szót behoztuk, hogy értsük egymást, déjà vu érzésem van, oké, nekem is volt már, így már értjük. Na valami ilyen összefoglaló jelentése van ennek a görög szónak is. Benne van minden. Vagy a magyar nyelvben gyakorlatban szoktuk mondani, hú, most nehéz időszakban vagyok, mert építkezünk. Na ugye mit jelent az építkezés? Hát nem azt jelenti, hogy ma reggel felébredtem, 10 téglát egymásra raktam, hordtam egy kis maltert közéjük, és akkor holnap majd kipihenem magam, hanem azt jelenti az építkezés, hogy hát az asszonnyal összedugtuk a fejünket, hogy csak itt vannak a gyerekek, meg itt van a csok, ideje lenne belefogni valamibe. Elmentünk a pénzintézethez. Azt mondták, oké, megkaphatjuk a 10 plusz 10 milliót, elmentünk egy tervezőhöz, már el is készültek a tervek, megcsináltuk a gondolatba, hány hónap alatt fog felépülni a házunk, hogyan kezdjük el az idén az alapot, a falakat és a tetőt felhúzzuk, aztán hagyjuk télen egy picit pihenni, majd jövőre folytatjuk, átgondoltuk a dolgokat, megrendeltem az anyagot, elmentem, beszéltem az egyik mesterrel, a másik mesterrel, meg még megmesterrel is. Aztán elkezdett felépülni a házunk, de jöttek problémák. Be kell kötni a gázt, a vizet, bementem a hivatalba. Kértem amperóra emelést, megadták, de nem mindegy, hogy hova teszem a mérőórát, ide vagy oda. Hát, hogy építkezünk, az egy szó. De rengeteg mindent tartalmaz. Ezekre legyen gondod. Ez rengeteg mindent tartalmaz. Ezek, el lehet olvasni a Timóteushoz írt első levelet, hogy mik ezek az ezek. Most erről talán lehetne egy külön prédikációs sorozatot tartani. Hadd hagyjam ki idő híján. Isten dolgai, amik vonatkoznak a te személyes kapcsolatodra Istennel, a gyülekezet kapcsolatával Istennel, meg a te kapcsolatoddal a gyülekezettel. Ezekről a dolgokról beszél itt a Timóteushoz írt első levél. A második egy személyesebb hangvételű. Ezekkel foglalkozz, ezekre legyen gondod. Gondolkodj rajta, foglalkozz vele, és aztán csináld meg, amikre jutottál. Erről van szó, hogy ilyen összefoglaló értelmű. Hadd emeljem ki ebből a folyamatból, amit ez a szó kifejez itt, hogy ezekkel foglalkozz, ezeken gondolkozz, ezeket gyakorold, ezeket csináld meg. Hadd emeljem ki az első testvérek, és hadd legyen ennek a mai tanításnak, igehirdetésnek ez a témája, hogy ezeken gondolkodj. Mit jelent gondolkodni? Azért beszélek erről, mert az én személyes életemben Isten az utóbbi időben nagyon sokat formálja az én gondolkodásomat. És azért tartom fontosnak a magam életében, és mások életében, a gyülekezet, a hívők életében ezt, mert tudjátok, az életvitelünket, ahogyan mi élünk, ahogyan berendezkedünk ebbe a világba, hívőként igyekszünk valahogy magunkat elhelyezni, viselkedni, szokásokat kialakítani, mint mondjuk az angol nyelvű biblia olvasása, vagy egyéb praktikák,
ezeket meghatározza a mi viselkedésünk, a gondolkodás módunk, hogyan gondolkodok Istenről, hogyan gondolkodok a gyülekezetről, hogyan gondolkodok a kegyelemről, a keresztről, a bűnökről, önmagamról, a házasságról, a családról, és a gondolkodás módomat pedig meghatározzák a gondolataim. Mintha azt mondjuk, hogy volt egy kiadós eső, vagy azt mondjuk, hogy egy csapadékos éven vagyunk túl. Abban voltak kiadós esők, és azok pedig esőcseppekből álltak össze. Az összes kiadós, csapadékos időszak esőcseppekből áll össze. A te életedet meghatározza az, hogy te mikre gondolsz, hogyan gondolkodol. Az apró pici gondolataink határozzák meg. És mennyire fontos, testvérek, hogy fogjul ejtsünk minden gondolatot a Krisztus Jézusban és a Krisztus Jézusnak. Kedves testvérem, az agyad, meg az enyém is olyan, mint egy junyáj. Mint egy junyáj. Amilyen legelőre fogod legeltetni a te értelmedet, amilyen legelőre fogod terelni a te gondolataidat, azt fogják megenni, olyan tejet fognak adni. Mi egy időben szeghalomról a fricitől rendeltük a tejet. Hát a frici az egy külön világ, az már külső megjelenésében is egy önálló fogalom szeghalmon. Ő a teljes ember a hosszú fehér szakálával és az autókormányos bicikliével. És ő reggeltől estig biciklizik, és viszi ki a tejet a frici. Hát a fricinek mondtuk, hozzá már nekünk is tejet, a frici hozta a tejet. És a télen éreztük, hogy ez a tej, ez nem olyan, mint a nyári tej, ez a téli tej. De hogy mi az összefüggés, nem értettük. Nem tudjuk, miért olyan a tej. Hát inkább a víz ízére hasonlított. Mondom, ez a frici, ez vizezi a tejet. Mondom egy testvérnek, hogy itt ez a frici, ennek vaj van a füle mögött, nem csak tej. Ez valamit csinál a tejjel. Azt mondták, nem csinál semmit a tejjel. Hát mondom, akkor mit csinál? Egy hozzáértő testvér elmondta, hogy télen nem olyan jó takarmányt ad neki. Nyáron hozzájut azokhoz a finom zöld falatokhoz, és akkor ontja a tejet. De télen azt mondja, nem tartalékol megfelelő mennyiségű, minőségű élelmet a teheneknek, és akkor azon a gyengébb kaján ilyen tejet ad, fehérnek fehér, csak nincs benne annyi XY összetevés, az íze sem olyan. Na, megfejtettük frici titkát, és akkor lecseréltük most már, mi a vastehénből táplálkozunk. A vastehén az, hogy egy autó hatalmas tartályba hozza a tejet, csilingel, vagyis hát bőg egyet a elektromos tehén, és akkor kimegyünk, és megfejjük 5 litert, és akkor azt hetente kétszer megisszuk. Szóval átváltottunk. Az télen is jó, mert ott úgy figyelnek a takarmányozásra. A fejed, a gondolataid pontosan ugyanilyenek. Amilyen legelőre viszed, hajtod, tereled őket, olyan gyümölcsöt fognak hozni a te gondolataid. Azt fogják magukból kitermelni. És ezért nagyon fontos, hogy mi kell terelgessük a mi gondolatainkat. Nagyon tetszett ez a Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, meg az ének, amit énekelünk. Áldjad én lelkem az Urat. Tudjátok, a lélek az egy eléggé hamar ellustul. Hát ilyen lelkünk van nekünk embereknek, hogy lusta a lelkünk. Az angyalok mindig aktívak. De az emberek fellángolnak, azt mondják, csodálatos istentiszteletünk volt, és már aznap estére minden kimegy a léleknek a fejéből, és már elkezd kényelmesedni, elaléha. És akkor a belső ember, amit Isten alkotott, és ahol a Krisztus lakik, oda megy a lélekhez, csípőre teszi a kezét. Na gyerünk csak, kiskomám, felfele. Te most felébredsz, kitörlöd az álmot a szemedből, és dicsérni fogod az Urat, megértetted? Igen, is megértettem. Szóval néha kordába kell tartani a lelkünket, hogy ne hagyjuk elalélni. És ez a mi belső emberünk meg tudja tenni a mi lelkünkkel, ráncba tudja szedni. Nem fogsz most lustálkodni, nem fogsz most kétségbe esni, nem fogod elhagyni magad. Keljél fel, és dicsérd az Urat. Igenis, már el is kezdtem. Kezd el egy mondattal. Úr Jézus, itt vagyok, jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy felébredhettem. Uram, légy irgalmas nekem bűnösnek. Ennyi. Nem két extra imádságokra gondolni, meg extra dolgokra, nagyon egyszerű dolgokra, egy lépés Isten felé, és ha megteszed,
közeledjetek Istenhez, közeledni fog hozzátok, de ez aránytalan közeledés. Te egy bátortalan tyúklépést megteszel Isten felé, és ő repül hozzád, repül feléd. És megigazulva fogsz hazamenni, és ezt fogod a te szívedben érezni és tudni. Én nagyon picike dolgot mondtam el Istennek, nagyon szégyenkezve és remegő hangon, és ő annyi ajándékkal ajándékozott meg engem. Szóval, ami gondolatainkat oda kell vinni az Istenhez, oda kell terelni az Istenhez. Hadd ugorjak most a Biblia lapjain egy kicsit korábbra, és a római levélhez fogok most visszatérni, lapozni. Meg fogunk vizsgálni három igehelyet, amely a gondolkodással foglalkozik. Hát ez is az angol Bibliának köszönhető. Mindig átrepültem ezeket a sorokat, vagy soha nem voltam erre figyelmes, és aztán megnéztem, hogy az angol is milyen sokféleképpen írja le a gondolkodás módot a Róma 8-ban. Kicsit belemélyedtem, és ennek a kivonatát hadd adjam most nektek át, mert azt hiszem nem csak engem fog építeni, de nekem személyesen az én szívembe nagyon-nagyon sokat jelentett. A Róma 4.19 az első. Róma 4.19. Azt mondja Ábrahámról, az én fordításom, ez az újonnan revideált Károli fordítás, amit én általában használok. Róma 4.19. Ha valaki majd a Károli fordítást használja, akkor fogja látni, hogy van egy elég nagy kerek ellentmondás a két fordítás között, majd ki fogok rá térni. Tehát Ábrahámról ezt írja az ige a Róma 4.19-ben, és nem gyengült meg hitében, amikor százesztendős lévén saját, már elhalt testére és Sárának elhalt méhére gondolt. Károli pont fordítva mondja, hitében erős lévén nem gondolt az ő már elhalt testére. Itt meg azt olvassuk, hogy pontosan, hogy gondolt, de miközben erre gondolt, nem gyengült el a hitében. Hát ez is annyira érdekelt, hogy utána néztem egy picit. Talán az értelme mind a kettőnek egyébként világos, és a szavakban van ellentmondás, az üzenetben semmilyen ellentmondás nincs, mindjárt ki fogom fejteni, de talán pontosabban tükrözi a görög szöveget a újonnan revideált Károli fordítás. Tehát Ábrahám igenis gondolt az ő már elhalt testére. Hát mit tehetett volna, mint hogy erre gondoljon, mert hát látta, hogy mi a helyzet. Ugye gyermeket ígért nekik Isten, nem lehetett. Jött egy B-terv Ábrahám részéről is, azt mondta, hogy ezt nem fogadom el, neked Sárától lesz magod. És akkor Ábrahám hazament kétségbeesve, most gondoljuk el, egyikünk se úgy éli meg, és Ábrahám se úgy élte meg. Uram, ezt mondtad? Ó, dicsőség neked! Akkor ez úgy lesz, hogy megmondtad, nyugodtan fekszek le. Hát ez nem így szokott menni. És a hithősöknek mindig vannak hitharcaik. És egy pici bepillantást enged a szöveg nekünk abba, hogy Ábrahám igenis gondolt az ő már elhalt testére, és a Sárának az elhalt méhére. És azt mondta, hogy hát ez egy öreg néni, én meg egy öreg bácsi vagyok. És a kettőnk házasságából fog majd még ezek után születni egy gyermek? Hát ezt végig gondolt, hát normális, de teljes százas ember volt, nem egy fogyatékos valaki, mindent végig tudott gondolni. Hát egy meg egy, az kettő. Csak hogy volt neki egy olyan gondolatvilága, amely ezek felett pásztorként uralkodott. És ezek a gondolatok, amik megszülettek a szívében, természetesen, ezek nem vitték bele a csüggedésnek a mocsarába, hanem volt egy felettes gondolat, amely azt mondta, hogy noha, nyilvánvaló, hogy mi már nagyon öregek vagyunk, és hogy itt szó sem lehet már gyermekáldásról emberileg, de az Isten azt mondta, ezért nem tudom még, hogy hogyan és miként. Még igazából abba belegondolni sem merek, vagy tudok jelenleg, de biztos, hogy úgy lesz, hogy Isten megmondta. És testvérek, ez azért nagyon fontos, mert egy csomó olyan dolog van a mi életünkben, az enyémben biztos, hogy ilyen van, én nem tudom, Miskolcon mennyire nyugodt a lelki harc téren a terület, lehet, hogy itt már elásták a csatabárdot, és itt békesség van az ördöggel, kétlem, de hát nem tudom, nálunk nagy a harc. És vannak olyan tények,
Vannak olyan események az életünkben, személyes életünkben, gyülekezet életünkben, család életünkben, közösség életünkben, városunk életében, amik azt mondják, hogy te jó ég, hát ebből semmi jó nem fog kijönni. Isten mondott, ígért valamit, és az összes dolog, társadalmi szinten, gyülekezeti szinten, családi szinten és személyes szinten pontosan szembe megy azzal, amit Isten ígért. Hát végünk van. Hát aki ebben nem gondol bele, annak vagy elment az esze, vagy egyszerűen nem képes szembenézni a realitásokkal. Ez a helyzet. Minden pontosan máshogy alakult, mint ahogy Isten megmondta. Azt mondja az ige, Isten Józseffel volt. Na, a testvérek éltek mi Marci hevesen, meg dobogatták a testvérüket a kútba, meg jól ellátták a baját, minden rendben volt, az egyiknek erre a nőre szottyant kedve, a másiknak arra a nőre szottyant kedve, élték a világukat, akivel meg Isten volt, az bent senyved egy dutyiban. Hát, lehet, hogy megfordulna a fejünkbe, ha velünk történne ez. Uram, nem lehetnél egy kicsit most már Júdával? Vele legyél már, hát én szeretnék már kicsit levegőt venni, átöltözni, megmosakodni, kijönni ebből a fertőből. Akivel te vele vagy, annak van a legrosszabb helyzete? Hát minden pontosan az ellenkezője, mint amit ígértél. Persze, hogy ebbe gondolunk, testvérek. Csak amikor a gondolataink így szaladnának azokra a legelőkre, és akkor a tövist rágnák, meg a mérgező füveket, akkor jön az a pásztorló gondolat, az a fentről jövő gondolat, és azt mondja, menjetek vissza, és azon a legelőn maradjatok, amit én mondtam nektek. Most ez a helyzet, és most szorít a cipő, és most nehéz neked. De mi történt Ábrahámmal? Emlékezz csak vissza. Mi történt Józseffel? De jó testvérek, én nagyon hálás vagyok, hogy nem József olvassa az én történetemet, hanem én a Józsefét. Szóval nagy szerencse. Mert lehet, hogy olvasná az enyémet, abból nem sokat tudna tanulni. De én nagyon sokat tudok az övéből tanulni. És amik régen megirattak, a mi tanulságunkra irattak meg, hogy békességes tűrés által, és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen, testvérek. Mi történt ott, abban az időben? Na, kedves kis gondolatocskáim, mielőtt nagyon-nagyon elmennétek erről a legelőről, menjetek csak vissza arra a legelőre, amire Isten rendelt benneteket. Majd meglátjuk, ki nevet a végén. Hát már gyerekkoromban is tudtuk, hogy aki már három bábúval bent van, az nem biztos, hogy győzni fog. És aki még egyel sem indult el, az nem biztos, hogy veszíteni fog. Szóval lesz itt még kiütés, meg lesz itt még hatos dobás. És akik kitartanak Isten mellett, testvérek, azoknak minden az ő javukra fog szolgálni. És a végén kiderül, hogy mit is jelent az, hogy Józseffel az Isten volt, és hogy a többiek meg kényük kedvek szerint élték az életüket. Ki nevetett a végén, és ki lett a többieknek a megtartója, de a többieknek megbocsátója is. Nagyon fontos tehát, testvérek, hogy nyugodtan gondoljuk át a mi helyzetünket. De ne azért legyen a végső szó, hogy mik az én körülményeim, hanem miután végig gondoltuk, bölcsen, logikusan, higgadtan, józanul, minden emberi számítást belevéve a mi dolgainkat, azután mondjuk azt, hogy de van nekem egy segítségem. És az egész Szentírás tulajdonképpen nem szól másról, mint hogy az ember oda viszi az ő életét, az ő dolgait az Istenhez, az Isten meg oda jön az embernek az ügyeihez, a nehézségeihez. És ez a kettő találkozik. És ebből mindig valami csodálatos dolog jön. Nézzük most a Róma 6:11-et. Róma 6:11. Ez is a gondolkodással kapcsolatos. Így tekintsétek ti is magatokat, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek, ami Urunk Jézus Krisztusban. Így tekintsétek magatokat. Az egyik angol fordítás ide azt a szót hozza, hogy így gondolkozzatok magatokról. És megint most ezt meg görögül fogom mondani, mert ezt megint érteni fogja mindenki. Tehát nem kell itt majd tudományoskodjak, vagy félre tudományoskodjak. Azt írja itt az ige, hogy logizomai,
így logikázzatok. Így logikázzatok. Gondoljátok azt magatokról. Úgy tartsátok magatokat számon. Tegnap elmondtam a fiataloknak, most elmondom nekik még egyszer, meg a többieknek is, hogy testvérek, mi nem ismerjük önmagunkat. És nem tudjuk azt, hogy miket kaptunk mi az Istentől. Nem tudjuk. Nagyon-nagyon sok ajándékot kaptunk azzal, hogy mi megtértünk. Hát amikor az első ajándékcsomagot kibontjuk, nagyon örülünk neki, és általában a frissen megtért ember az vidám és boldog. És aztán Isten azt mondja, mikor már kezd a mi örömünk megfakulni ezen a csomagon, amit kibontottunk, és aminek nagyon örülni tudtunk, akkor az Úr azt mondja, hogy hát jó van, most már ebbe kezdtél beleunni, de hát még van nekem egyéb ajándékcsomagom is. Bonts ki azokat a dolgokat is. Lásd meg azokat is, és akkor az embernek így folyamatos az öröme. Hát még ez is az enyém, ez is az enyém. Testvérek, hogy ki vagy te, azt nem a pszichológusod mondja meg. Nem is a feleséged vagy a férjed. És nem is önmagad mondod meg. Ez a könyv egy tükör. Egy tükör. És a Róma 6 éppen azzal foglalkozik, mit jelent az, hogy te meg vagy keresztelve, hogy te bemerítkeztél. Mit jelent az? Ezt és ezt és ezt jelenti. Én meg fogom neked mondani, hogy ki vagy te. És te magadról így gondolkodjál. Amikor egy sportoló odaáll a rajtvonalhoz, és már abban a rajtállásban vannak, nem tudom, mi fordul meg a sportolónak a fejébe. Tehát biztos ez a Usain Bolt megint győzni fog. Ezt nem lehet leelőzni. Én legfeljebb a harmadik lehetek. Így áll oda egy sportoló szerintetek? Vagy Usain Bolt? Én már régóta futok. Már annyi eredményem van. Most már öreg is vagyok, biztos, hogy nem én fogom megnyerni. Így áll oda? Ezt gondolja magába? A csodát? Hát azt gondolják, hogy ezt én most megnyerem. Ezt a Usain Boltot én most eleve nem fel fogom falni. Úgy lefutom, hogy csak a hátamat fogja nézni. Majd az arcomat akkor, amikor az aranyérem mögül mosolygok rá. Így indulok el. Polgár Juditnak hallottam egy kis bizonyságtevését, hát ő nem hívő, de a sakról beszélt, amikor Karpovval leült sakkozni. Egy kis megszeppent fiatal lányka volt, ugye hát a férfi sakkozók elmondták, hogy a női sakkozók agya valahol sokkal lejjebb van, úgyhogy külön is versenyeznek a férfi sakkozók, a női sakkozóktól külön szoktak versenyezni, és ezt a Karpov egyszer nyilatkozatba adta, hogy hát ő nem hiszi, hogy a Polgár Judittól ő bármikor fog sakkozni. Ezt behozták ezt a bejátszást, egy régi 80-as évekbeli bejátszást. Hát erre föl létrejött a találkozó, de hát ez a Judit lánykánk, ez nagyon meg volt szeppenve, úgyhogy szépen ki is kapott. De volt egy hibája a Karpovnak, majd aztán, ahogy ő is növekedett, versenyrutinra tett szert, azt mondja egyszer, megfogom én ezt a Karpovot, és amit ő alkalmaz módszert, azt én pontosan ellene fogom fordítani. És akkor vívtak döntetlent is, és egy szép napon, amikor Polgár Judit saját elmondása szerint a legnagyobb lelki nyugalommal ültem le vele szemben. Nem úgy, mint a nagy világbajnok a kicsi magyar lánykával szemben, hanem hogy én tudom, hogy ez mit fog csinálni ezen a sakktáblán. És én is pontosan azt fogom vele szembe csinálni. És akkor legyőzte. Testvérek, nagyon sok hívő elkönyveli magát annak, én nem lehetek olyan, mint a lelki pásztorom. Én nem lehetek olyan, mint a XY testvér. Én nem kaptam olyan ajándékokat, mint ez vagy az. És akkor betesszük magunkat valahova, a temetőnek a legsarkába, a legalsó kriptába. Itt nyugszik Gál Lajos, élt 0 évet. Igaz, hogy valahogy a mennybe evickél majd Isten végtelen kegyelméből, de egyébként egy zéró ember. Tehát testvérek, oké, tehát alázzuk meg magunkat, de ne temessük el magunkat élve. Gondoljátok azt magatokról. Logikázzátok ki. Logikázzátok ki. Hogy ugyan gyenge vagyok, ugyan esendő vagyok, ugyan ezt is ezt követtem el,
ugyan ezt és ezt nem követtem el, pedig el kellett volna, ugyan ez a véleménye másoknak rólam, ugyan ez és ez történt, de Isten elküldt értem az ő fiát, de megvan írva az igében, hogy én tartsam magam ennek, és higgyétek el, Isten igének van igaza, még a ti végtelen bölcs gondolataitokkal szemben is. És amit Isten mond rólam, az az igaz. Ha azt mondja, hogy én az ő mennyasszonya vagyok, akkor az én kis szakállas képen megalázkodik, és azt mondom, Uram, én a te mennyasszonyod vagyok. Én elhiszem neked, hogy én mennyasszony vagyok. Nem azt látom a tükörből, mint egy mennyasszony kacsingatna rám vissza, de a te mennyasszonyod vagyok. Nem azért, mert én nem tudom, milyen jól prédikálok, imádkozok, Bibliát olvasok, sőt, még angolul, meg még görögül is olvasom, nem. Jézus Krisztus drága véréért, amely értem a Golgotán folyt. Semmelyik őtök sem tapodhatja meg Jézus vérét. És amikor egy testvérnővel beszélgettem, aki szereti magát így jó mélyre eltemetni az utolsó kriptába, amúgy is van neki egy pszichés betegsége, és akkor ez még inkább feljogosítja őt ahhoz, hogy saját magát még mélyebbre temesse, ugye ilyen ördögi kör. Hát egyszer, mikor ezt így elmesélte nekem, már nem tudom, hanyadjára, én megmondom őszintén, testvérek, én felháborodtam. És azt mondtam neki, hogy testvérnő, nincs jogod Jézus vérét tapodni. Nem mondhatod ezt magadról. Nem magad miatt mondom ezt, hanem Isten dicsősége miatt. Ott van rajtad Isten kegyelme. Tudom, hogy az én testvérnőm vagy. Újjászülettél, megtértél, bűnbocsánatot kaptál, megmosott Jézus drága vére. Előttem ne beszélj Jézus véréről. Menjél ki innen, azt temesd el magad úgy, hogy akarod. De az én fülem hallatára nem gyalázhatod az én mesteremet és megváltómat. Ehhez nincs jogod, és nekem magamnak nincs jogom így elítélni magamat. Nem azért, mert nem igaz, amit tudok magamról, hanem azért, mert az nagyobb igazság, ami a kereszten történt. És ezt ő értemtette. És ha azt mondja Isten igéje, hogy én tökéletes vagyok, akkor egy dolgot tehetek, testvérek, meghajtom a fejemet. És azt mondom, Uram, tudom, hogy miért vagyok tökéletes. Nem azért, mert én önmagamban vagyok tökéletes. De te azt mondtad, hogy elkezdtél bennem egy munkát. És én a te munkádban most akarok hibát találni. Én nem merem ezt megtenni veled, Uram. Én nem merek ilyen szemtelen lenni veled szembe, hogy te nem jól csinálod a te munkádat én bennem. Tökéletes munkát végzel, Uram, és köszönöm neked. Ez a maximum, amit kimondhatunk, hogy nem önmagamtól vagyok az, hanem a te végtelen kegyelmedből teszel engem tökéletessé, mennyasszonnyá, akiben gyönyörködsz, akit szeretsz, akit készítesz a veled való örök életre. Testvérek, logikázzuk már ezt ki, jó? Minden, a logikai játék az az, ugye, hogy vannak összetevők, és valahogy ki kell hozni egy megoldást belőle, ki kell találni egy labirintusból, össze kell rakni egy puzzle darabokból, apró darabokból. Szóval kérlek, hogy üljünk már le, azt logikázzuk már ezt ki, hogy Isten dicsőséges, és osztozik velünk az ő dicsőségében, és ez a kegyelem. Logikázzátok ki, gondoljátok azt magatokról, hogy feltámadtatok a halálból, hogy örök életetek van, hogy megvan bocsátva a bűnötök. Gondoljátok azt magatokról, hogy boldogok vagytok. Gondoljátok ezt. Veres Ernő bácsi felesége elolvasta az újságcikket. Mit tudom én, mi Zilahi Hírmondó vagy XY újságból, hogy az ő férje miket csinált a hittanos gyerekekkel. Lehozta az újság. Olvasta több ezer ember. Akkor elolvasta Annuskanin, csupa rágalmak, hazugságok voltak. Jön haza a férje, könnyes szemmel várta a férjét Annusnén. Hát nézd, drágám, mit írnak rólad? Hát ez borzalmas, hát mi lesz így velünk? Lejárattak minket, ilyet, hogy mész ki így az utcára, hogy nézel az emberek szemébe? Ernő bácsi elkezdett nevetni. Drágám, hát mi van megírva? Hát örüljetek és örvendezzetek, ha minden gonosz hazugságot mondtak rólatok. Hát beteljesítik rajtunk Isten igéje, halleluja, csodálatos. Azt mondja Anduskén, hogy tud ez így hinni most? Hát én nem értem. Ki logikázta Ernő bácsi, hogy na van ez a dolog, meg van az a dolog, ha a kettőt összetesszük, akkor mi győztünk. Halleluja. Kérlek testvérek, hogy egy kicsit több logikai érzékkel álljunk már hozzá a mi dolgainkhoz. A harmadik ige, a Róma 8:6. Róma 8:6.
mert a test szerinti gondolkodás halál, a lélek szerinti gondolkozás pedig élet és békesség. Test szerinti gondolkozás halál, a lélek szerinti gondolkozás pedig élet és békesség. Hát ez az ige volt az, ami a leginkább engem elgondolkoztatott, a leginkább foglalkoztatott, a legtöbb örömöt adta az én szívembe. A lélek szerinti gondolkodás, a test szerinti gondolkodás. Ennek is utána néztem, mi akar lenni ez a gondolkodás. Az egyik angol fordítás azt mondja, hogy mindset. Tehát állíts rá, vagy állítsd be a te gondolataidat. A lélek szerinti dolgokra. Nagyon érdekes. A görög nyelv egy olyan igét hoz ige ide, amely megint csak egy nagyon érdekes dolog. Mikor ezzel foglalkoztam, és próbáltam ebben elmélyedni, ez már sok évvel ezelőtt volt, mikor először szemet szúrt nekem, hogy mi is ez a Isten lelke szerinti gondolkodás, meg test szerinti gondolkodás. A gondolkodással nagyon sokat foglalkozik a Biblia, és többfajta ige van ezzel kapcsolatban. A magyar nyelvben is, de talán a görög nyelv, az angol nyelv is, mintha gazdagabb lenne ezen a területen. Akkora nagy terület a mi gondolkodásunk. És ha szó szerint akarnánk lefordítani azt a görög szót, akkor azt kéne mondanunk, hogy törekvés. Test szerinti törekvés, meg a lélek szerinti törekvés. Mi ennek a mély értelme, hogy picit jobban legyen ez kifejtve, hogy megértettem, az Úr segített egy hétköznapi példán keresztül ezt értelmezni. Annak idején, mikor ezt először olvastam, még akkor több időm volt erre, tanultam a görög nyelvet, az édesapám egy-két évvel azelőtt alakította át az ő autóját, amivel járt szerelni. Hát egy gépszerelő, szükség volt egy olyan autóra, ami munkás autó volt a családban, benne volt egy satupad, sokféle csavar, kiegészítő eszköz, szerszámok, és ő ezzel ment az elromlott mezőgazdasági gépeket, földrakodó gépekkel foglalkozott, ezzel járt dolgozni, és ebbe az ő kis munkagépébe egy Warburg volt ez, egy Barkas mikrobusz, ugye Warburg motor volt benne, tehát egy nagyobbacska autó volt, ebbe kicserélte a motort, a Warburg motort lecserélte egy Volkswagen motorra, egy két üteműt, egy négy üteműre. És emeletes házban laktunk, a parkolóba történt minden, több száz ember figyelt, hogy mi lesz ebből, mi is nagyon izgultunk, hogy fog összejönni. És apukám hónapokig csinálta ezt a műveletet. Beszerezte a régi motort, vagy hát az a Volkswagen motor is egy felújított volt, azt felújítatta, elhozta, és akkor elkezdte kicserélni a csöveket, a hűtés, minden, kipróbálta, leszakadt a motortartóbak, mert ez nehezebb motor volt, mint a másik motor. A hűtéssel rengeteg problémánk volt, mindig felforrt a víz, ment vele 3 kilométert, lerobbant, és akkor így elmondta nekem, sokszor segítettem neki, csak a szerszámot adogattam be, ő feküdt, nem tudott kinyúlni érte, mondja, hogy 10-es villáskulcs, és akkor megtanultam legalább a szerszámok nevét, és akkor beadtam neki, cserélgette a dolgokat rajta, próbálkozott hónapokig. És akkor elmondta nekem, hogy van úgy, tudod fiam, hogy éjjel felébredek, és akkor azon gondolkodom, azt a motortartó bakot, ami leszakadt, hogy kéne megerősíteni. Elmélkedek rajta, gondolkodom rajta. És aztán, hogy kitalálom azt a dolgot, akkor próbálom megvalósítani. Eltörik megint. Nem jó. Máshogy kell csinálni. Na, ezt megoldottuk, sikerült. Na, de akkor a hűtéssel mi legyen? Hogy az a víz jobban keringjen, ugye, hogy kisebb helyre kell összetömöríteni a nagyobb motort. Hogy oldjam ezt meg? Na, valami ilyen gondolkodásról van szó itt a Bibliában. A lélek szerinti gondolkodás, törekvés, fejtörés. Fejtörés. Hogy van egy helyzet a gyülekezetedben, a családodban, a személyes életedben. Ránézel, mint a kisdiák egy nagy matematikai képletre. Tanárnéni, én ezt nem tudom megoldani. Helyre mehetsz egyes. Olyan sokszor megelégszünk az egyessel. Hát ez borzalmas ez a feladat. Ezt nem tudom helyre tenni. Helyet foglalunk, megkaptuk az egyesünket. Ennek a következménye bukás, azaz halál.
És aztán vannak testi dolgok, mint a barkasz átalakítás, megélhetés, házépítés, szerelem, mit tudom én mi. Akkor ebbe beleássuk magunkat. Így kéne úgy leköti az összes gondolatunkat, időnket. Éjjel felébredünk, mire gondolunk? Hogy kéne ezt megcsinálni, azt megoldani? Isten lelkének a dolgaitól nagyon-nagyon távoli legelőkön vannak a mi gondolataink, testvérek. És van olyan, amikor valami szöget üt a fejembe. Egy kényes kérdés a gyülekezetben. Egy megoldatlan élethelyzet a családi örökséggel kapcsolatban. És elkezdek logikázni, elkezdek gondolkodni. Uram, mi kedves te előtted? Mit cselekedjek? Mit tehetek? Mit ír a te igéd? Testvérek, nekem nem olyan szokás, amit én alakítottam ki. Isten mindig ráterhel valamit a szívemre. Van egy témám. Mindig van egy témám. Ez a gondolkodás például az egyik legfrissebb témám. A gondolkodáson nagyon sokat gondolkodtam. Volt, hogy évekig a végidőkkel foglalkoztam. Vagy az eleve elrendeléssel. Annak idején a bemerítkezés kérdésével. Hónapokig foglalkoztam. Amikor olvastam a Bibliát, akkor csak erre voltam kihegyezve. Vagy főként erre voltam kihegyezve. Mit ír ez a bemerítésről? Mit ír ez a végidőkről? Haha, itt is Pál apostol a Tesszalonika levélben is foglalkozik a végidőkkel. Hogy lesz a feltámadás rendje? Jegyezzük csak meg, építsük csak be. Igen, igen, ezzel foglalkoztam. Ma beszélgettem egy testvérrel, ez volt a kérdésem. Szerinted mikor jön vissza az Úr Jézus? Te hogy gondolkodol ezen? Kit érdekelt akkor már a bemerítés? De erre törekedtem, hogy ezt megértsem. Ezzel kötöttem le magamat. Ezzel foglalkoztam. Isten lelkének a dolgaival. Mindig legyen egy témátok, testvérek. A ti gondolataitokat terelgessétek az Isten szerinti dolgokra. Higgyétek el, nagyon sok egyéb dolog, amely igényelné. A gondolataidat terel csak ide. Ezt a területet is le kéne legelni. Itt is van, mint gondolkodni. Egyszer csak látod, hogy az az elgazosodó terület, félsz, hogy nem lesz lelegelve és elgazosodik, valaki szépen lekaszálja majd, Isten egyik angyala. Míg a te báránykáid Isten mezőin legeltek. Ne féljél attól, hogy az Isten dolgain gondolkodjál. Az Isten dolgain, az Isten igéjén gondolkodjál. Hogyan segíthetjük ezt elő? Hogy helyesen tudjunk törekedni, helyesen tudjunk logikázni, jól tudjuk legeltetni a mi gondolatainkat, a megfelelő mezőre tudjuk legeltetni, hogy önmagunkról a biblikus képet alkossuk, és egyébként az egyházról, vagy másokról, vagy magáról Istenről. Mit gondolunk? Nagyon fontos. Hogyan tudjuk ezt segíteni? Milyen módszerekkel? Hát most én nem fogok ilyen részletekre kitérni, mint angol nyelvű bibliaolvasás. Talán lehetne nagyon sok ötletet felhozni, vagy a ti gyakorlatotok is nagyon hasznára válhatna a közösségnek, majd elmondjátok házi csoportba vagy biblia órán. Most azt mondjam a fő csapás irányokat, amiket az első gyülekezetek is gyakoroltak, vagy az első gyülekezet konkrétan közösséggyakorlás. Közösséggyakorlás. Tegnap elmondták halkap szavú fiatalok is a csoportos beszélgetésben, hogy ők nagyon szeretnek például házi csoportba elmenni. Hát mondom azt, egy ilyen halkszavú lány, mint te, mit csinál egy házi csoportba? Hát most is ez az első mondat, amit egy óra alatt kimondtál, az is nagy nehezen, picit úgy erőltetve. Hát mondom, azt mondja, nagyon szeretem hallgatni, amit a testvérek mondanak. Na mondom, ez nagyon jó. És tudjátok, akik pláne munkahelyen vagyunk, én most már otthon dolgozom, és úgymond a magam ura vagyok, és nagyon-nagyon hálás vagyok ezért az Úrnak, de 15 évig egy hivatalban dolgoztam, munkaügyi kirendeltségen, jogszabályok, főnökök, többféle főnököm volt, többféle munkatársam, és rengeteg ember jött oda be. Több száz emberrel találkoztam egy napon. Volt olyan nap, hát nem mindig, de az ügyfelekkel. És a gondolataimat ugye mind elvitték a közigazgatás irányába, hatósági ügyintézés irányába, továbbképzések irányába. És olyan jó volt ezt megtörni egy szerdán, egy bibliaórával, csütörtökön, egy házi csoporttal,
kedden este egy látogatással egy öreg néninél, ahol az Isten igéről beszélgettünk, vissza zökkentettek abba a gondolatmenetbe, ahol szeret tanyázni, ahol szeret legelni az én lelkem, az én értelmem. Közösség. Elmentünk egy férfi csendes napra. Sajnos nagyon kevesen gyűltünk akkor össze. Voltak ott lelkipásztorok, elöljárók, friss megtérők, de nem nagyon sokan voltunk. Megkérdezte az imaórai szolgálaton a ige hirdető testvér. Mióta ma reggel felébredtél, elutaztál idáig, és most hallgatod ezt a szolgálatot, mivel töltötted a te idődet? Mivel töltötted a te idődet? Ez volt az ima téma. Gondold végig, és állj most Isten elé. Jöttek az imádságok. Uram, bocsáss meg nekem, hogy korán reggel felkeltem, hogy megcsináljam még azt, meg azt, meg azt, de a te igédet elő se vettem. Bocsáss meg, Uram, hogy a testvérekkel az autóban a tegnapi meccset beszéltük át. Bocsáss meg, Uram, hogy olyan harag, indulat volt az én szívembe, de te most megítéltél engem. Jöttek az imádságok. Rám került a sor. Kell imádkozni. Hát félve imádkoztam, félve. Köszönöm, Uram, hogy amikor felébredtem korán hajnalba, akkor rögtön te jutottál eszembe. És imádkoztam. Köszönöm a drága ígét, amit kinyitottál ma reggel is előttem. Nem tudtam más mondani, ezek voltak a tények. És köszönöm, hogy amikor a testvérek jöttek kocsival értem, és utaztuk azt az egy órá hosszát erre a konferenciára, végig a te dolgaidról beszéltünk. Köszönöm neked. Hát ilyen kakuktojás maradtam abba a közösségbe, de nem tudtam már, tele volt a szívem hálával, hogy Isten olyan közel jött, testvére. Közösség. Közösség. Mert a testvér eszedbe fogja juttatni az igét. Te, amikor meglát téged a testvér, neki fog eszébe jutni az ige. És azt mondja, te olvastam valamit, mi a véleményed róla? Együtt összehoztok valamit, amit külön-külön talán elveszítenétek. És jó, ha ez megvan ketten, hárman, ötvenen, ötszázan, ötezren. A másik ilyen dolog az igeolvasás, amely visszaterelgeti a mi gondolatainkat. Hogy is van megírva? Vagy csak egy ige beugrik? Nem tudom, azt sem tudom, hogy jó vagy új szövetség. Csak azt tudom, hogy ez az ige illik ide. Hogy fog eszedbe jutni, ha sose olvasod? Ha sose hallgatod? Ha nincs pásztora a te gondolataidnak, akkor hogy akarod egybetartani a gondolataidat? Szana széjjel fognak futkosni, az egyik itt legelészik, amit talál a másik ott legelészik. Azt adnak olyan tejet, ami zagyvalékot. Az imádkozás. Testvérek, nagyon fontosnak tartom, mert testvér nincs mindig a közeledbe. Biblia nincs mindig a kezedbe. Két ügyfél között nem mondhatod azt, hogy jó napot kívánok, kicsit tessenek várni, tudjátok, hívő vagyok, és most egy kicsit kell olvassak a Bibliából, mert úgy érzem, hogy lelkileg elgyengültem. Erre nincs lehetőséged egy hivatalban, vagy akárhol. De arra van, Uram, kérlek, könyörülj rajtam. Áld meg azt az embert, aki itt volt. Igaz, hivatalos ügyeit intézi, de én ismerem az ő családját. Vagy ismerek valamit az ő élethelyzetéből, vagy látom, hogy ide is csak részegen tudott jönni. Könyörülj rajta, Uram. Segíts meg engem, áld meg a kollégámat. Ilyen kis röp imádságok, ilyen SMS-ek, short message. Uram, most csak annyi időm van, hogy azt mondjam neked, hogy szeretlek téged. Nagyon sokáig nem tudtam ezt Istennek kimondani, vagy nem jutott eszembe. Nagyon sokszor imádkozok így. Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Ámen, ennyi. Hát nem megy minden úgy, mint a karikacsapás, nem sikerül minden úgy, ahogy elképzeltem, de egy dolgot biztos tudok, hogy én szeretlek téged, te ezt jól tudod, Uram. És ezt el akartam neked mondani. Na, folytassuk a munkát. Az imádság mindig kéznél van, testvérek. És akkor a te gondolataid már ott vannak a keresztnél, ott vannak a megváltásnál, ott vannak a kegyelemnél. És van még egy olyan dolog, amit talán ritkábban szoktunk felhozni, és nem is olyan sok igét találunk erre, de ha ezeknek az igéknek a mélyére nézünk, amit most olvastam, akkor pontosan erről van szó,
elmélkedj Isten beszédén. Elmélkedj Isten beszédén. Talán a károli fordításban olvassuk úgy, a régi károli fordításban, hogy Izsák pedig a mezőn elmélkedett, mikor hozták neki a menyasszonyt. Jaj, Uram, csak nehogy félszemű legyen. A hitében lehet, hogy fogok gyönyörködni, de milyen az arc, az alakja? Ó, mi lesz itt? Kérlek, Uram, könyörülj rajtam. És akkor meglátták egymást. De ez jó, ez jó. Szóval volt értelme annak az elmélkedésnek, logikázásnak, törekvésnek, testvérek. Mert ennek következménye van. Mert amikor ezt mondja Timóteusnak Pál apostol, hogy készíts tervet, foglalkozz ezzel a tervvel, és csináld meg, és ezt töltse ki a te gondolkodásodat. Ezeken gondolkozz, ezekkel foglalkozz, ezekben praktizáljál, és ezeken logikázzál. Akkor hozzáköt valamit Pál apostol, és higgyétek el, igaza van, hogy a te előhaladásod, a te növekedésed a Krisztusban nyilvánvaló legyen minden ember előtt. Ha te ezt elkezded gyakorolni, hogy a gondolataidat oda összpontosítod az Úr Jézus Krisztusra és az Isten dolgaira és Isten igéjére, te nem maradsz az az ember, aki voltál, hanem elkezdesz növekedni. Szeghalom mellett van egy pici erdő, ilyen lapozható erdő, a feleségem azt mondja, amikor kocsival megyünk el, akkor ugye így lapozódnak a sorok, tehát ilyen kimért erdő, hát nem valami ideális hely a medvék, farkasok számára. De azt mindig megfigyelem, mikor látom, ezt rendszeresen elmegyünk mellette, hogy egy időben ürtették ezeket a kis nyárfákat, és van egy olyan része az erdőnek, az eleje, az magas fák vannak ott. És ahogy megy a szántóföld fele, fut ki ez a kis csöpp erdőcske, úgy csökken a fáknak a magassága, hogy szikesebb, keményebb, tápértékben szegényebb talajra fut ki ez a kis telepítés, és minden kicsike fák vannak. Hát testvérek, nem csak a fák növekednek úgy, ahogy kapják a kaját, hanem a te lelked meg az én lelkem is úgy növekedik. Olyan ízű tejet ad. Olyan ízű, olyan mennyiségű gyümölcsöt terem. És ott, hogyha gyökérrel elkezdesz foglalkozni, mert sokszor meg gyümölcsel foglalkozunk, gyümölcsöt kell teremjek, és akkor már akkora gyümölcseink vannak, hogy jön egy kis szellő, az az egész fa kiborul, mert nincs gyökere. Ha te gyümölcsöt akarsz teremni, akkor neked lenti dolgokkal kell foglalkozni, a gyökérrel kell foglalkozni. Hidd el, az ágak maguktól fognak teremni. A gyökérrel kell foglalkozni. És a gyökér a gondolatok. A gondolatokból gondolkodás mód lesz, és a gondolkodás módból életvitel lesz. Magadtól fogsz leszokni dolgokról. Magadtól fogsz elhagyni csúnya szavakat. Mert a Bibliában csúnya szavak lennének, akkor, és azt olvasnád, akkor arra szoknál rá. De ebben tiszta szavak vannak, erre fogsz rászokni. Rááll az agyad. És ami nem is olvasod a Bibliát, akkor is biblikus dolgok jönnek ki belőled. Növekedni fogsz, testvér. És kell, hogy növekedjünk. Kell, hogy növekedjünk. Előhaladásunk lesz. És lehet majd próbálod alázattal elrejteni az előhaladásodat. Felveszed az SS ingedet, de már XL-es vagy egyébként. Hát le fognak a gombok pattadni rólad. Mindenki fogja látni, hogy növekedtél. Ezt Isten nagy dobra fogja verni. Meg fogják látni az emberek. Te nem akarod, hogy mások előtt hencegj, és nem is fogsz hencegni. Éppen ebben áll, hogy növekszel, mert már nem hencegsz a kicsi kis dolgaiddal, a nagyokat elrejted, de nem lehet elrejteni. És az emberek találkoznak veled, és azt mondják, jó volt ezzel a testvérrel találkozni. Valamit ma megértettem. Ez kellemes társaság. Ha közelemben van, közelebb érzem magam az Úrhoz. Egy testvér hazament egy testvéri közösségi alkalomról. És azt mondták a gyerekek az anyának. Anya, apát nem lehetne néha elküldeni oda, ahonnan most hazajött? Mert addig olyan jó volt apával addig. Nem úgy látjuk, már elfelejtett, hogy ott mit hallott.
Néha vissza kéne küldeni egy kis, tudjátok, ilyen infúziós kezelésre jár az én anyukám is, hogy felfrissítik ott a keringését neki. És akkor néha kell, hogy így Isten egy kicsit minket átdolgozzon. De amikor növekszünk, észreveszi a gyerek, az asszony, és lehet, hogy te nem is veszed észre. Lehet, hogy te nem is veszed észre, hogy növekedtél. Talán ez így jól is van, testvérek. De a te növekedésedet fogják látni az emberek, az ördögök, fogják látni az ördögök, és fogja látni az Isten, és gyönyörködni fog benned. Adja meg az Úr, hogy így legyen. Amen.